Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekciói műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Közel 100 pontot szerezve győzték le a PVSK-t a Kék Cápák. Hazai pályán kapott ki 2-0 a Siófoktól a kisvárdai futballcsapat. Az éllovasként érkező Balmazújváros verte 28-26-ra a Nyíregyházi KC. Az első helyen várja a folytatást az NB2-ben a Kölcsey DS-e. Ismét megrendezték Gyulaházán az integrált megyei sporttalálkozót. Közel 100 pontot szerezve győzte le a PVSK-t a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák 95-82-re verték ellenfelüket. Nagyon vártuk már ezt a hazai mérkőzést. Nagyon hosszú volt az út idegenben. Először is gratulálnék a Pécsnek, egy remek ellenfél volt ma. Most a meccs után úgy gondolom, hogy kijelentetem, hogy végig kézben tartottuk a mérkőzést. Egy pár szor ránk jöttek 3-4 pontra, illetve volt döntetlen is az állás, de mindig megrázta magát a csapat, és fegyelmezett játékkal visszavettük az előnyt, illetve a kezdeményezést, irányítottuk a meccset. A tegnapi eredmények nagyon jól alakultak számunkra, úgyhogy most már nem csak nagy arányú győzelmekre, inkább egypontos győzelmekre, de győzelmekre vágyunk, és megpróbáljuk a többi meccsünket most megnyerni, és a szerencse is úgy adja, akár második helyre is érhetünk. Busz Ivánnal abszolút vezérek voltatok, mind a ketten 25 pontot szereztetek, tehát a szerzett 95 pontból 50-et ti dobtatok. Érezted meccs közepén, hogy ennyire megy a játék? Igen, nagyon készültem a Pécs ellen, hiszen én játszottam ott, és nekem mindig egy pluszt ad, hogyha ellenük kell ugye játszanom. Iván is nagyon jó formában van, illetve tudtuk sajnos, pénteken kiderült, hogy Czura Attila nem tudja vállalni a játékot és az ő szerepét, és talán az ő pontjait magunkra kellett, hogy vállaljuk, illetve valakinek föl kellett vállalni. Jól ment a játék nekem is, Ivánnak is, és így a fiúk ki is szolgáltak minket, úgyhogy örülök, hogy így sikerült játszani. Erre a formára szükség lesz a következő fordulóban, hiszen Nagykőrösön nagyon meg szoktak szenvedni az ellenfelek. Igen, egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk Nagykőrösön. Én úgy gondolom, hogy talán az egyik legnehezebb mérkőzésünk lesz idegenben, bár a tabella nem ezt mutatja, illetve ahol a helyüket elfoglalják a tabellán. Holnap talán van egy kis szünetünk, de kettő már a Nagykőrösre fogunk készülni. Nagyon reménykedem benne, hogy meggyógyul Attila és tud velünk jönni, és nem kérdés, hogy nyerni megyünk. A HEP kupában aratott győzelem után talán elmondható, hogy papírforma eredmény született, viszont olyan meccs volt, hogy az utolsó percig harcolni kellett, de hogy érezted bent a pályán? Igen, nagyon veszélyes csapat ez a Pécs, ne téveszem meg senkit igazából, hogy ez egy U20-as, egy fiatal csapat. Az első 6-7 emberük a felnőtt csapattal edz együtt, sőt van, aki ott is kezdőként lép pályára, úgyhogy ez egy nagyon kulturált, jó kosárlabdát játszó csapat. Én igyekeztem, meg a csapat is nem elbízni magunkat, nem kiindulva a HEP-kupa elődöntőből, ahol nagyon jól játszottunk, mert voltak ugye hiányzóink, Czura Attila betegsége, ugye rászámíthatunk egy 20 ponttal mindig meccsenként, hál' Istennek, emiatt elő is kellett lépni valakinek, és igyekeztünk komolyan venni találkozót és szervezetten kosárlabdázni. 6 idegenbeli meccs után léptetek ismét itthon pályára, milyen volt? Fura, de jó érzés, megmondom őszintén, már hiányzott, hogy hazai pályán legyünk. Egész sokan ki is látogattak a meccsre, aminek nagyon örülünk, és reméljük ez folytatódik is jövőben. Neked kifejezetten jól ment a játék, Nagy Krisztiánnak 50 pontot szereztetek, 25-25 megoszlásban, te még adtál 15 asszisztot, élvezted a játékot? Mondhatom, igen, eléggé. Ahogy már említettem, ugye Cucu helyett Cucunak pótolni kellett a pontjait, így igyekeztünk ugye két legrutinosabb játékos révén Kriszóval segíteni a csapatot. Ugye most egyedülálló dolog volt a szezonban, azt hiszem, hogy két fiatal látunk fel a kezdőbe, ugye Marci és Csabi is, úgyhogy mi sem vagyunk egy öreg együttes, és még egyszer igyekeztünk fellépni Kriszóval. Nagykőrösön idegenben, Nagykőrös okozott már meglepetést ebben a bajnokságban, hazai környezetben meglehetősen veszélyes ellenfélnek számít. Hogy utaztok Nagykőrösre? Én inkább úgy fogalmaznék, hogy borzasztó kemény meccs lesz. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy fekszik nekünk a nagykörösi csapat stílusa, ha van olyan egyáltalán, mert elég szervezetlen kosárlabdát játszanak, kicsit olyan streetball jellegű, nagyon nehéz ilyen csapatok ellen játszani, pláne idegenben, ahol ők hazai pályán kettőzött elánnal és nagyon bizalommal fognak pályára lépni, és mint ahogy láttuk két hete, azt hiszem az oroszlányt verték hazai pályán, úgyhogy nagyon-nagyon kemény derbi lesz.
bízom benne, hogy Zucu felépül addigra, sőt, én biztos vagyok benne, és mindenképpen győzni szeretnénk, így, hogy kihasználtuk az Oroszlán és a Veszprém botlását, szeretnénk közel zárkózni a tabellán hozzájuk. Igen, hosszú szünet után játszott ismét hazai környezetben a Nyíregyháza Blueshirts-el, legutóbbi fordulóban közel 100 pontot szerezve nyert a csapat. Mennyire voltál elégedett a láthatatlan annak tükrében, hogy azért problémák is nehezítették a meccsre való felkészülést? Ha megnézzük a végeredményt, akkor valóban azt mondhatom, hogy elégedett vagy lehetek, hiszen megfelelő különbséggel sikerült nyernünk. Úgy gondolom, hogy szép számú közönség volt ráadásul, úgyhogy szeretném megköszönni mindazoknak, akik kilátogattak, hogy kíváncsiak voltak a csapatunkra, és jó hangulatot teremtettek a mérkőzésen. Ez mindenféleképpen segít nekünk, hogy megfelelő eredményt tudjunk elérni. Ha már a mérkőzést percről percre nézzük át, akkor nem mondhatom azt, hogy maradéktalanul elégedett vagyok, hiszen úgy gondolom, hogy hamarabb is eldönthettük volna a találkozót, és nagyobb előnyt ki tudtunk volna alakítani, ha egy picit jobban koncentrálunk, bár annak tükrében, hogy azért néhány játékosunk hiányzott, vagy nem 100%-osan játszott, annak tükrében a magabiztos győzelem azért mindenféleképpen bizalomra ad okot. Az elmúlt fordulók eredményei úgy alakultak, hogy ismét elérhető közelségbe került a második hely megszerzése az alapszakasz végére, ez a cél? Természetesen szeretnénk ott lenni a második helyen, de ehhez az is kell, hogy a Veszprém még egyszer kikapjon. Mi egyelőre nézzük azt az oldalát, hogy nekünk meg kell nyernünk minden találkozót ahhoz, hogy megőrizzük a harmadik helyet, hiszen a Veszprém mérkőzései számunkra kedvezően alakulnak, a TF mérkőzései viszont nem. Ők megverték az Oroszlányt hazai pályán egy 82-80-as mérkőzésen, ami egy egylabdás utolsó dobásos mérkőzést jelent. Éppen ezért ők nagyon tapadnak, és ott vannak velünk szemben, ráadásul mi a TF otthonában fogunk majd játszani. Éppen ezért nekünk nagyon fontos az ottani győzelem, de azért ennyire ne szaladjunk előre, hiszen a hétvégén egy nagykörös elleni találkozó vár ránk, és az az érdekessége, hogy a nagykörös is megverte hazai pályán az Oroszlán csapatát. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a következő mérkőzés az, amire nekünk fókuszálnunk kell. A nyíregyházi csapat, lehet azt mondani, hogy egy kulturált játszókosárlabdát játszik, igaz volt ez a Pécse is, a nagykörösre talán kevésbé igaz ez, ott milyen mese lehet számítani? Valóban, és nem akarom megbántani őket, de nem a tervezhető kosárlabda kategóriájába esik az a játék, amit ők játszanak, viszont eredményesen tudják alkalmazni. Ráadásul a nagykörösi terem sem az a környezet, ami talán méltó lenne ahhoz a szinthez, ahol kosárlabdázunk. De egyenlőre nekik ilyen van, ott kell megnyernünk a találkozót, bár nagyon nehéz mérkőzés, hiszen az emberek talán a kívülállók nem nagyon látják, hogy mit jelent egy ilyen különbség, egy ilyen teremkülönbség, de az oldalvonal mellett azonnal ott van a fal, azonnal ott van a lelátó, ami kis jó indulattal nevezhető igazi lelátónak, és teljesen más a térérzete ilyenkor egy játékosnak, és ez meg tudja zavarni a játékunkat, illetve mi szeretnénk, hogyha minél távolabb tudnának a játékosaink helyezkedni egymástól. Egy ilyen szűk teremben ez nem igazán megoldható, és ha közelebb vannak a játékosok, közelebb vannak a védők is, sokkal nehezebb alkalmazni a betöréseket, nehezebb megbontani a védelmüket, de nekünk föl kell erre készülni, és azzal kell együtt, és mindennel együtt meg kell nyernünk azt a találkozót. Második tavaszi meccsén is vereséget szenvedett a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese a Siófokot fogadta, és a vendégek 2-0-ás győzelemmel távoztak a várkerti pályáról. Egy nagyon kellemetlen ellenféllel találkoztunk, ezt tudtuk igazából, mert láttuk a videófelvételeket róluk. Ezt be is igazolták, annak ellenére az első fél időben azért rengetegszer az ellenfél kapuja előtt voltunk, sokszor nem jó megoldást választottunk, azért kialakítottunk két hatalmas helyzetet, ami a Radosnak volt balkötőbe, vagy a Horváth Zolinak egy méterről nem sikerült befejelni a labdát, de voltak olyan szituációk, amikor nem jó megoldást választottunk, és akkor egy középpályás labda vesztésből az ellenfél tudott egy gólt szerezni. Hozzá kell tenni, egy nagyon szép gól volt, de hát ezt tudtuk, a Petnáziról jó rúgó technikája van. Kértük is a játékosokat, hogy lépjenek ki, ne hagyják lőni. Nem, pont egy pillanat volt, és ezt nagyon jól ellőtte. Sajnos azt éreztem a labdavesztésnél, hogy ebből baj lehet. Mindent megkaptuk a gólt, nyilván másik fél időben is mindent egy lapra föltéve támadtunk, és próbáltunk kialakítani a helyzeteket. Ekkor a másik fél időben azt hiszem meddő mezőnyfölényünk volt, de a támadásban is meddők voltunk az ellenfél kapuja előtt. Sajnos a szabadrugások sem mindig úgy jöttek be, meg a szögletek sem úgy jöttek be, ahogy az kellett volna, vagy ahogy gyakoroltuk.
és ez benne hordozta a veszélyét, hogy ennyire kinyíltunk. Mi is váltottunk, a végén már 4 védővel játszottunk, és sajnos ebben benne volt a veszély, hogy ha nem tudunk góltunk, nem tudunk kiegyenlíteni, akkor az ellenfél esetleg a gyors embereik révén, a nagy és akár a Bévárdi révén veszélyeztethetnek, ami sajnos be is igazolódott, de az még nem törvényszerű, mert hogyha a kontrából gólt rúgnak, oké, azt el tudom fogadni, de a második gólt úgy kaptuk, hogy a Balajca kirúgta a labdát, és megvoltunk hátul. Ott párocot veszítettünk, és utána meg már nyilván egy jó ütembe indított nagy Dani volt, aki befejezte az akciót, és utána viszont már nem volt sanszunk. Addig volt sanszunk, de a 2-0 után sajnos ott már elment a mérkőzés. Nyilván ekkor se adtuk fel, mert utolsó utáni pillanatig mentek a játékosok, és azt mondom, hogy tényleg nagy erőket mozgósítottak, én nagyon sokat dolgoztak, viszont sokszor nem megfelelő irányba vittük a labdát, vagy nem megfelelő megoldást választottunk, tehát a csatárainak is többször a kapu irányába kellett volna menni. Az első fél időben mérges is voltam rájuk, mert volt, amikor visszafelé vették a labdát, amikor előrefelé vehették volna. Úgyhogy sajnos ezért veszítettünk, mert a küzdelem az megvolt, a nagy akarattal, nagy szívvel játszottak a játékosok, viszont az ellenfél rúgta a gólokat. Nagyon boldog vagyok, voltak nehézségeink a héten, haláleset is történt, illetve betegségek, sérülések hátráltattak, de végig bíztam abban, hogy a csapat a igazi arcát fogja mutatni a mai napon. Ezt megmondom őszintén, az első fél időben nem sikerült, nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk, és az első fél időt el is veszítettük nagyon-nagyon keményen. Szakmailag én úgy ítélem meg, hogy lefutballozott bennünket a Kisvárda. Ott azt a mérkőzésnek azt a részét, azt megúsztuk. A fél időben ott egy-két ember megkapta magáét, és azt is kértem tőlük, hogy ha lehet, akkor párharc erősebben futballozzunk. Váltottunk is egy picit taktikailag szerkezeten belül, ezáltal egy kicsit stabilabbak lettünk, sőt, szerintem a második fél időben stabilak voltunk, ha az elsőben nem, akkor a másodikban mindenképpen. A kontráink ültek, hála az égnek, ebből sikerült gólt is szereznünk. Ez nekünk egy nagyon nagy skalp, és a mi helyzetünkben minden pontra szükség van. Engem is meglepett egyébként a csapat a szerdai mérkőzés után, de én mindig is azt mondtam, hogy egy magyar profi játékosnak szerda-vasárnap ritmusban tudni kell magát kipihenni, ha nem, annak én vagyok a felelőse, és úgy látom, hogy nem voltam az, mert egy-két játékosnak az volt az érzésem, hogy Ferrari motor van a mellkasába, illetve mindenkinek akkora szíve volt, hogy vitte őket előre, segítettük egymást. Úgy gondolom, mentálisan erősek voltunk, főleg a második fél időben, és egy kis szerencsével is, de el tudtuk vinni a 3 pontot, ami számunkra nagyon-nagyon értékes. Rangadót nyert a nyíregyházi KC. Bécsi János együttese a listavezetőként érkező Balmazújváros fogadta, és 28-26-os sikerével fellépett a tabella második helyére. Úgy gondolom, hogy a végjátékban egy picit jobb volt a védekezésünk, de az egész mérkőzést úgy gondolom, hogy mi végig irányítottuk, hisz első fél időben is 3-4 góllal vezettünk, a fél időben 2 volt közte, utána a második fél időben jól kezdett az ellenfél, de újra el tudtunk menni 3-4 góra, tehát az előny végig nálunk volt. A végjátékra azt mondom, hogy ott igen, ott egy pici hiba belecsúszott, egyrészt a kapus teljesítménnyel volt egy kicsi gond, illetve támadásban volt egy-két eladott labda, ami miatt ilyen szorossá vált. Lehetett volna, ugyan azt mondom, egy 5-6 gól most magabiztosabb győzelem, de a közönség szempontjából és a szórakozás szempontjából ez így volt jó. Van még potenciál a csapatjátékában? Persze, tehát mindig van hova fejlődni. Itt is voltak hibák, amiket ki kell kiszöbölni. Elsősorban egy pár technikai hibára, illetve az emberelőnyös helyzet kihasználásra van mit javítanunk a következő mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy következő mérkőzésünk sem lesz könnyebb, mint a mostani bajnoki, hisz idegenben megyünk egy Balassagyarmathoz, ahol mindig nehéz mérkőzés vár, bárki oda megy. Nekünk ahhoz, hogy mi a dobogó közelébe tudjunk maradni, kötelező lenne ezt a mérkőzést is hozni. Nagyon sűrű a tabella eleje, ezek után, hogy gyakorlatilag azonos pontszámon álltak az mostani elsővel, mi a cél?
dobogó a cél, azon belül meg majd meglátjuk, hogy mi lesz, hisz ahogy néztük a tabellát, tehát az első kettőnek is ugyanannyi pont van, aztán a harmadik, negyedik pont helyezetnek is ugyanannyi pontja van, köztünk egy pont különbség van, az ötödik egy négy ponttal van lemaradva, tehát itt még semmi nem dőlt el. Nekünk nagyon nehéz a sorsolásunk, 6 mérkőzésünk van hátra, ebből 4-et idegenben játszunk, és 2-t pedig a két rivális ellen, a Békéssel és Mezőkövesdel, aki meg szeretnék nyerni a bajnokságot. Tehát nehéz feladat előtt állunk, én mindig az aktuális mérkőzésre koncentrálok, illetve a játékosoktól is ezt kérem, hogy csak egy mérkőzést nézzünk, és majd utána, ha az megvan, akkor nézzük a következőt. Nagyon messze van még a bajnokság vége. Közben jöhet bármi sérülések, nálunk az ellenfélnél változhat a felállás. Én nem szeretek ebbe ennyire előre menni. Én szeretem azt, hogyha megcsináljuk a heti munkát, a hétvégét meglátjuk, hogy mi volt, mire volt elég az, amit kihoztunk, és hogyha nyerjük a mérkőzést, akkor természetesen készülünk a következőre. Jelentette valamilyen előnyt az, hogy azért nincs kötelező elvárásként a bajnoki cím irányába nyomás a csapaton? Lehet, hogy könnyebbség. Tehát most úgy érzem, hogy már riválisok is másképp néznek ránk ősszel. Azokat a mérkőzéseket, amiket meg kellett volna nyernünk, elbuktunk, vagy pontot veszítettünk, most azokat kezdjük hozni. Van egy magabiztos játékunk. A játékunk felgyorsult, közel 30 gólokat lövünk minden mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy ez tekintélyparancsoló, és mindenki, minden ellenfélnek egy kicsit felkeltette a figyelmét, hogy azért számolni kell velünk, és bele tudunk esetleg szólni az első három helyezetnek a sorsába. Én ennek körülök, viszont ezáltal megnőtt az elvárás a játékosok felé is, és ezt tudatosítani kell bennük, hogy nem lehet egy percet se kihagyni, nem lehet egy percet se lazsálni. Munka kell folyamatosan, és folyamatos fejlődés. Hogyha ez mind alakul, akkor évvégére lehet, hogy egy szép eredményt tudunk elérni. A női kézilabda NB2 északkeleti csoportjának élén várja a folytatást a költségdíjese. Hadobás István együttes eddig 9 győzelme mellett 2-szer szenvedett vereséget. Tudtam, hogy jó a csapatom, bíztam benne, hogy ott leszünk az élmezőnyben, de őszintén arra nem igazán kalkulál az ember, hogy pontosan az első helyen, viszont nagyon örülök neki, hogy eddig jól szerepeltünk. Azért tegyük hozzá, hogy most a tavaszi sorsolásunk az oly irányban kedvező, hogy gyengébb csapatokkal játszottunk eddig, tehát őszintén elsők vagyunk, jók vagyunk, szépen haladunk, de a neheze még most jön. Az elmúlt években mindig volt a Kölcsi csapatánál olyan időszak, amikor nagyon sok problémával küzdöttetek, most mi a helyzet? Most is ezzel küzdünk, hihetetlen mennyiségű betegség, sérülés, rabinai nezdek kereszt, illetve a boka szallagja szakadt el, 5 hetet kihagyott, Gyimesi Lolának tér problémája van, Tilki Andit 2 kisebb műtét is érte, betegek voltak többen, úgyhogy nem is akarom sorolni, de nagyon sok nehézséget küzdöttünk, és hát talán ez bizonyítja, hogy csapatként milyen erősek vagyunk, morálisan milyen egységesek, mert ennek ellenére nem romlott az eredményünk. Meglehetősen szoros a tabella, a játékban többet tud a Kölcsei, mint a mögött a lévő csapatok. Nem hiszem, hogy többet tudunk, viszont én azt gondolom, hogy 2 dolog, ami az mi előnyünk. Az egyik, hogy az előbb említett moralitás, tehát nagyon egységesek vagyunk, egymásért, az edzőért képesek tűzbe menni a játékosok, és a másik pedig, hogy én úgy gondolom taktikailag talán mi vagyunk az egyik legfelkészültebb csapat, elő, hátul nagyon sok tudatos megoldásunk van, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ez az irány. A Kölcsénél mindig nagy hangsúlyt fektetnek az ifjúsági csapat szereplésére, ők hogy állnak most? Remekül. Vesztett pontok tekintetében itt is hangsúlyozom, második helyen állunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindkét csapatomnál az alapcélkitűzés az volt, hogy érmet szerezzünk, jó úton haladunk, úgy gondolom, hogy reális az esélyünk. A hétvégén egy bőcsi fellépés következik, milyen esélyekkel, tervekkel utaztok? Természetesen 4 pont reményében. Én azt gondolom, hogy amennyiben váratlan külső körülmény nem jön közbe, akkor biztosan hozzuk a 4 pontot. Nem lesz könnyű mérkőzés, mert a Bőcsi egy nagyon, főleg a felnőttek egy nagyon tapasztalt, rutinos gárda, de mindenképpen nyerni szeretnénk. Ismét megrendezték Gyulaházán az integrált megyei sporttalálkozót. A cél az, hogy a fogyatékkal élő gyerekek az egészséges diákokkal együtt próbáljanak ki különböző sportágakat. Ez az egyik legfontosabb feladat szerintem, hogy megtaláljuk azt az összhangot, amellyel valóban meg lehet mutatni mind az egészséges gyerekeknek, mind pedig a fogyatékkal élő gyerekeknek azt, hogy igenis lehet egymással együtt, és lehet egymástól példát venni arról, hogy hogyan is lehet sportolni.
És ez a valóban egy nagyon fontos küldetése azért a Megyei Diáksport Egyesületnek is, hogy a fogyatékkal élőket és az egészséges gyerekeket egyformán kezelje. Több fórumon is hangot adtunk már ennek, hiszen akár a díjátadó, akár például az Integrált Sportnap is pontosan azt a célt szolgálja, hogy érezzék azt, hogy ők ugyanolyan fontos részei a sporttársadalomnak is, mint akár az egészséges gyerekek, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés. És a másik része pedig, hogyha fogyatékos sportról beszélünk, akkor azt mindenképpen meg kell említeni, hogy nekik nagyon fontos dolog az, hogy ők a saját sorstársaik között is meg tudják mérettetni magukat, de nagyon fontos az is, hogy valóban azokat a példaképeket lássák maguk előtt, akik akár magasabb szinten sportolnak, akár a diákolimpiai rendszerben is, vagy akár felnőtt sportban, akikből akár erőt tudnak meríteni. És ezt meg is tudjuk fordítani, hiszen vannak olyan parasportolóink itt a megyébe is, akik nyugodtan mondhatjuk, hogy példaképként járhatnak az egészséges sportolók előtt is. Ha már ugye a diákolimpiáról esett szó, közeledik, bár még odé van a gyerek számára, biztos távolinak tűnik az év vége, viszont a diákolimpiai versenyek most már országos elődöntők-döntők idejébe fordulnak. Így van, valóban sűrűsödik az év, bár nem mondhatjuk azt, hogy akciómentesen kezdődött, hiszen a január-február is valóban nagyon, nagyon komoly versenyekkel volt tele, hál' Istennek. Valóban ország, illetve a megyei döntők nagy részén már túl vagyunk, és jönnek az országos elődöntők, országos döntők. A legnagyobb falat természetesen majd az az országos döntő lesz, az összevont labdajátékok országos döntő, amely majd július elején kerül megrendezésre itt Nyíregyházán és Kisvárdán. Ez annyiban különbözik a tavalyitól, hogy a labdarúgás sportággal is kiegészül, tehát ez azt jelenti, hogy 1200 gyereknek a sportolását kell biztosítani majd egy hosszú hétvége alatt labdarúgás, kosárlabda, kézilabda és röplabda sportágokban. Felkészültek vagyunk, úgy gondolom, hogy a szervezés nagy része az már megtörtént, amely azt kell, hogy biztosítsa, hogy itt valóban mindenki gondtalanul tudjon majd sportolni, és hát bízunk benne, hogy a sportolókon kívül azért az ide látogatóknak is abszolút pozitív élmény lesz majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és ez a két város, és bízunk benne, hogy ugyanolyan sikerélményekkel és ugyanolyan jó szájízzel térnek majd haza, és viszik a jó hírünket, mint a tavalyi évben. Csak úgy, mint tavaly ezúttal is, Gyulaház ad otthont az Integrált Megyei Sporttalálkozónak. Honnan érkeztek a részvevők ezúttal? Már hagyományos a mai rendezvényünk, közösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidősport Egyesülettel, és a mi szövetségünkhöz tartozó iskolákból jöttek el a tanulók. Nyíregyházáról, a Váci Gusztáv általános iskolából, a Göllesz Viktor általános iskola és speciális szakiskola a Nyíregyháza, az Értes Mátyás általános iskola és készségfejlesztő iskolából Nyír Bátor, és az ő Értes Mátyás általános iskola tagozata, Móra Ferenc tagozat, Máté Szalkáról. Jöttek el a csapatok 10-10 fővel, és van egy úgynevezett halmozottan hátrányos helyzetű kis csoportunk, akik már egy rendezvényen részt vettek, és a mai rendezvényünkön is el szerettek volna indulni. Ők a Tarnai Tanoda Újfehértóról jöttek el. Milyen szempontok alapján állították össze a versenyszámokat? Természetes, hogy csapatversenyben is gondolkodtunk, hiszen nagyon szeretnek kosárlabdázni, focizni, és már az elején, hogy egy ráhangolódjanak a tanulók, csapat sorváltó versenyben mérik össze tudásukat, de nagyon ügyesen állította össze a testnevelő Csaba, mert úgy gondolta, hogy egy közös, tehát mindenki egy-egy csapatban fog versenyezni, és 7 csoport versenyzik. Nagyon-nagyon ügyesen állította össze a játékokat. Úgy látom, hogy nagyon élvezik a gyerekek, és kosárlabdából kispályás labdarúgás, ezek a csapatversenyek, és természetes, hogy azért ugye az egyéni számokat is előre összeállítottuk és beírtuk, hogy legyen az asztali tenisz, úszás és a dárt.
Mennyire várják a gyerekek ezeket a rendezvényeket? Elmondhatom, hogy nagyon várják, hiszen nem csak Diák Olimpia van nekik, mert azt is ugye nagyon-nagyon szeretik és készülnek rá, de egy ilyen szabadidős rendezvényben én úgy gondolom, hogy még jobban ki tudnak teljesedni, és hogy így, hogy integrált ugye épekkel tudnak versenyezni, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen február 22-én volt a Magyar Parasport Napja, ahol ugye általános iskolákban is tudták a parasport ágakat a gyerekek kipróbálni, és természetesen mi is, a mi gyerekeink is nagyon-nagyon szeretik, hiszen a tanulásban akadályozott tanulóknak nagyon-nagyon nagy élmény bocsázni, csörgőlabdázni, és természetes, hogy kerekesszékben is megpróbáltak kosárra dobni, ami azt hiszem, hogy nem kis dolog, hiszen elég nehéz, pláne hogyha ugye játszanak csapatban, odafigyelni az ellenfélre, arra, hogy egymásnak tudják átadni a labdát, valamint a kosárhoz is hozzáférjenek, és kosárra tudjanak ugye dobni. Ennyi fért a mai Sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!